cat clock. Anzo's ways are curious indeed. Nagamasa to mousu mono no shimurei no keihai wa yoku shitte oru zo. Even cats speak in these lands. Washi ga tsuite yaro. No, c'è qualunque fare. Chi c'è un brito? Questo paese ma il kicsit jobban szeretem, itt a boss szeretem kevésbé. Szerencsére itt még elég bénák az ellenfelek. Aztán majd később vannak olyan részek, ahol az ember azt se tudja, hogy ki van kivel, mert anya jönnek a nyakára. Level 16-os. Nem érdekel minket a level 16. Ott vannak kis denevérek. Egy elixírt be is gyűjtöttem tőlük. Ó, level 27. Ez jó lenne kitakarítani a pályát. Nem szabad annyira greedynek lenni. Elszalódhatnak a dolgok nagyon. Ó, egy jóvágású íjász. Azért jóvágású, mert jó lesz belevágni az odacsit. Védekez, barátom, védekez. Tényleg bele kell futni mindenbe. Level 12. Hórák útában. Ébresztő. Elfeledkezem mindig a kodamákról egy kicsit. Benne van az NG plusz, és ugye összegyűjtöttem az alapjátékba, meg a DLC-be az összes kodamát. Most így mindig így ignorálja az agyam őket, hogy ja, a kodama, ha kit érdekel. Jó, egyébként valóban, tehát most ha nem szeded össze őket, csak párat, abszolút lényegtelen. Nem ezen múlik.
attól még ugyanúgy végig tudod játszani a játékot, és semmivel nem fog szinte hátrányt szenvedni. Csak kicsit kevesebb XP-t kapsz, vagy kevesebb elixírt, de nem vészes. Annyira nem vészes. Lesz az első, ott van, ott a fal, ami tele van iszonyattal, mert szerintem a macska dumálni is fog. Crushed to death by Nurikabe for his neutral behavior. Érdekesek ezek a falak. Ez is egy jokály. De nem feltétlenül támad. Méghozzá azért nem, mert háromszor kell megütnöd ahhoz, hogy támadjon. Egyébként elég veszélyes ellenfél tud lenni. Vagy tudsz vele kommunikálni, látod, itt vannak ilyen gesture-ök, és színnel vannak jelölve. Na most, mivel ugye háromféle szín van, így 33-33-33 százalékról van szó, de a harmadikra gorombul be, tehát 66% esélyed van, hogy belelősz a tutiba, és eltalálod azt, hogy melyik színnel kellene kommunikálni a jokájjal. De nem feltétlenül kell vele kommunikálni, lehet vele harcolni is, illetve még egy tippet hadd adjak, itt van ez a Revenant, ez előfordul, tehát ha oda van írva, én úgy tudom, hogy, de majd kijavítatok, hogy his neutral behavior, az azt jelenti, hogy sárgával kellene kommunikálni, azt hiszem, a fallal ahhoz. Egyébként 10 jokája való kommunikáció után kaptok egy achievementet, de jó, próbáljuk ki akkor. Á, nem, akkor pont ez azt jelenti, hogy a sárga az pont, hogy kizárta az egyik lehetőséget, tehát akkor maradhat még a kék, de most akkor nem lövöm el, akkor harcoljunk vele, hogy csak ne ilyen bénál, jó? Semmi hátrányotok nem lesz abból, hogyha kinyírjátok őket, kaptok érte amritát, meg egy csomó cuccot. Én megmondom őszintén, hogy én nem vagyok beszélgető viszonyokban a jokályokkal, én szívesebben vágom le őket, tehát nem tudom, hogy nekem miért kellene haverkodnom ilyen démonokkal, tehát nem értem. Nem értem. Főleg, hogy prestige pontot is kapunk érte. Hát igen, ez megint... Ez is jó, meg ez is jó, meg ez is jó, meg ez is jó. Nehéz ügy. Nehéz ügy. Több XP-t kapunk így. Úristen, kihagytam ezt a vizét. Aj, pedig nyom... Na jó, mindegy, úgyse hiszitek el. Nyomtam a gombot, csak szerintem későn. Ez nagy butaság volt. És type szerint rendezem, megnézem, hogy... hulladék. Hulladék, amit kaptunk sajnos. Nem érdekes. Jó, nem hagy
csináltunk itt ki semmit, kivéve az, hogy megkaptuk a boss szobájához a kulcsot, amit nem lenne rossz kihasználni. Elvileg itt lesz szerintem egy kodama, is lesz egy boss is, aki alszik. Boss? Hát egy kisebb mob gyakorlatilag. De azt mondta, nem jelenti azt, hogy veszélytelen. Hát majd igyekszünk. Jól igyekeztünk. Item Seeker. You got Horagai-szel. Mindjárt mutatom, hogy miből élünk. Azt mondja, all items, newest, medicine case, mi ez, recurrent damage, receive damage from attack critical, and it all more. Bizony, az item management az. Ez a, ja, ez a Hyotoko mask, ez. Maximum ez is csak egy érdekesség, ezt így fölveszed, és akkor lángot fúj egy ilyen körülbelül egy ilyen 180 fokos szögbe a karaktered egyszer. Adott esetben, ha nagyon tűzzel akarsz sebezni, akkor mondjuk elképzelhető, hogy hasznos, de nem vagyok odáig érte. Igen, ez multiba adott esetben hasznos, hogyha meg akarjátok találni egymást, akkor belefújsz abba a kürtbe, és akkor hallani fogja a játékos, hogy merre felé jársz, és akkor meg tudjátok egymást találni a pályán. Egyébként azt hiszem van egy olyan is, amivel a jókályokat lehet előhívni, de azt úgy emlékszem, hogy ez egy másik tárgy, de majd úgyis majd az útunkba sodorja a szél. Azt hittem, hogy a régi időt úgy szépen letekerjem. Na, ez így nem jó, ha ketten vagytok. Ismét egy odacsi. Nem vagyok tőle elvájulva. Jó, azt ott mindjárt felfutunk érte, és akkor megszerezzük csak előbb. Megfürdünk egy picit. Okay. Ez arról szól, ez a... Hát egyrészt acsit kapsz érte, hogyha az összesben megfürdesz, de nem az a lényeg, hogy acsit kapsz érte, hanem az a lényeg, hogy regenerálja a karakteredet meglehetősen sokáig. És ez például adott esetben egy boss harc ellen elég jól tud jönni, hát bőven van annyi időt, hogy el tudsz futni addig. Na. Viszont most fel kéne szednünk ezt a kis tárgyat.
Oké. Okay. Lehet hallani, hogy itt denevérek vannak, méghozzá ott. Na, nem túl jó dolog leesni a mélybe. A buddy-t mostanában nem fogjuk már fejleszteni, viszont felajánlani, annyit feltétlenül felajánlunk, hogy kijöjjön belőle egy szintlépés. Nem is tudom, szerintem ennyi már elég is kb. Bőven, és akkor mondjuk strength-re tegyünk. Nem is tudom, lehet, hogy van nála Warrior of the West 21-es szint. Ah, érdemes esetleg megnézni az urat. Na, hát ez bejött. Csak kérdés, hogy... Aha. Az pont jó is lesz. Teljes aszett. Gyerekek. Evasion key. Usage. Running speed. Arm return. Hát ez... Jól van. Néha úgy el vannak dugva ezek a kodamák, hogy... Csak na. De aztán valószínűleg a végén összevágok egy olyan videót is, egy teljesen különálló videót, ahol a kodamáknak a helyét mutatom meg.
hogy mindegyik odama meglegyen egy külön videón. Azt megmondom őszintén, azért is tervezem külön, mert nagyon sokan vannak, akik arra keresnek rá direkt, hogy hol találhatók egy-egy helyen a kodamák, és baromira nem érdekli, hogy én most itt mit magyarázok, meg mit nem magyarázok. Egyáltalán nem érdekli. Úgyhogy azt majd akkor... Azt hiszem ez így Zsák utca lesz, ha jól emlékszem, de van valami felvehető cucc is. Igen. Mondom, ez az Odácsinak, én nagyon-nagyon szeretem ezt a szinte, nem is tudom, hogy mondjam, egyfajta szétkaszálós tulajdonságát, hogy szinte beleakad minden ellenfél, és emiatt elég jó hatásfokkal lehet vele írtani. Most azt nézem, itt elhagytam, itt az előbb egy... Ja persze, itt a fal. Jaj, ilyenkor a kamera egy kicsit meghűl. Oké. Ezt észrevettem már a falnál, hogy... Kicsit a kamera furán viselkedik. Akkor, amikor a fal megjelenik. Hol lenne egy keyboost itt, hogy nyomni? Oh. Biztos egyszerűbb neki udvarolni, de én szeretem őket lecsapni. Tudom. Ó, Samurai Slux. Ez nagyon jó. Ezt mindig szeretjük, ha azt dobja. Jaj, Lightning Amulet. Csak elkapott, nem vettem észre. Ezért kell az antidót. Bár, ja, nem is nyomott ő még mérget, majd ezt később nyomnak. Jó, akkor jó. Akkor nem érdekes, ott ezt az egy tárgyat még gyorsan felszedem. Na hát itt sok tennivaló van, egy csomószor kell majd ide visszamászkálni. Elég sok minden felszedhető cucc van itt, meg kodama, meg minden. Rengeteg minden van itt. Azt nézem, srácon itt nem volt sisak például. Érdekes. 17-es és sisakot nem vett fel. Furcsa. Igazán furcsa. Ugye csak föltérképeztem itt a területet, lehet, hogy itt az egyiket majd megöljük. Olyan jó, hogy a lopakodást beaktiváltam, viszont nem lopakodok rendben. Mert végül is mondjuk ilyen gyenge ellenfelekhez annyira nem lényeg, de azért elegánsabb lenne. Itt is van egy felszedendő cucc, de ez picit mozgatja a fantáziámat ez a... Mozgatja? Nem tudom, nem mozgatja. Mozgatja? Nem hiszem, szerintem gyengébb odacsia van úgyis, úgyhogy nem annyira lényeg. Esetleg egy... Ott lehetne tenni, hogy ott van egy szentély, azt jó lenne megszerválni. Tudnánk imádkozni, és akkor onnan indulunk.
Azaz nagyon szépen sikerült eltalálni a fejét. Úgy, ez tökéletes végrehajtása volt annak, amit elképzeltem. Level 34. Feltétlenül küzdünk vele. De... csak azután, miután mentettünk. A tipikus Dark Souls-os téma ugye, hogy az ember jobb, ha nem kapzsi. Jobban jár, ha nem kapzsizik állandóan. Mindenre kéne nyomni. Mit mondhatnék? Egy kicsit úgy mindenre kéne nyomni. Mondjuk egyelőre egy-két pontot talán teszek arra is, amire majd később már kevésbé akarunk tenni. Afföringelni is kéne, és akkor még egy szintet tudnánk lépni. Mondjuk egyelőre csak a páncélokból szeretnék én itt ledobni. Megvan ez a Warrior of the West, én utána abszolút nem foglalkozom már a páncéloknak a mienségével, mert ez elég jó. Nagyon sokáig jó, amíg Tatanashi nem potyog, addig gyakorlatilag onnantól fogva könnyebb az item managementnek ilyen része. Ezt javaslom nektek is, hogy ami a stílusotokhoz passzol inkább armor, azt annak a részeit gyűjtögessétek, a többi meg kuka. Még itt volt egy Youngblood, ahol láttam. Nem tudom, még mennyi kell? Még kell, még mindig. Majdnem 400 kell, most már összehozom. Hát mondjuk ilyen Bandit Axe-et akár. Battle Axe-et. Hulladékokat fel lehet ajánlani. Ez a gyengébb vegyó, szerintem az is mehet ki. És akkor mehet egy szintlépés. Mondjuk egy Magic Spirit. Menjen a Magic-re. Oké.